Imádkozzunk. Atyánk, csordultig van a szívünk, mert a világ legnagyobb ajándékát, az Úr Jézust adtad számunkra. Megszületett ő, egy lett közülünk, felcseperedett és tanítani kezdett, és a tanítványok is meglátták, hogy benne az Isten fia jött el hozzánk. Hálát adunk ennek a nagy örömhírnek. És köszönjük, Urunk, hogy ez az örömhír nem pusztán a bibliai lapokon olvasható, hanem ez az örömhír beköltözött hozzánk is. Hiszen amikor fölismertünk téged, kizárólag a te kegyelmedből, befogadtunk téged, akkor új élet született meg bennünk. És innentől kezdve az ég polgárai lehettünk. Urunk, hálát adunk a családi ünneplésért, hálát adunk, hogy gyülekezetben és közösségben is tudunk ünnepelni. Uram, hozd a reményt el azok számára, akiknek még nincsen reménységük, akik számára még nem született meg szívükben az üdvözítő. Hadd, hogy alkalmasak lehessünk arra, hogy ígéd befogadása által tanúságtevő életünk lehessen. Áld meg a mai délutáni alkalmunkat, add, hogy együtt örüljünk a megváltó születésének, és úgy menjünk haza, hogy tanúságtevő életünket mindenki lássa. Amen. Szeretettel köszöntöm karácsonyi istentiszteletünk délutánján a közösséget. Szeretettel köszöntöm a vendégeinket. Hála Istennek látható, hogy számosan vannak. Dicsőítsük az Urat énekünkkel, ó jöjjetek hívek! A 78-as éneket énekeljük. Thank you.
Nyissuk meg a Szentírást, és olvassuk együtt Istenünk üzenetét. A Lukács írása szerinti evangéliumból a második rész 20. versét. Tehát Lukács evangélium második rész 20. verse, fönnállva hallgassa gyülekezet. Az ige olvasása után majd Szűcs András testvért kérem imádságra. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldalak, Uram, hogy a földre jöttél, és erről mi is tudhatunk, hogy itt voltál, hogy értünk jöttél, hogy megtarts bennünket. Kérjünk, taníts most is, áld meg László testvéremet, adj üzenetet általa a mi szívünkbe, adj figyelmet mindannyiunk számára, hogy befogadjunk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, az énekkar szolgálatát halljuk. Isten tiszteletünk első részében szolgálatokra figyelhetünk. Először Kertész Lajosné mond verset, majd a vonós zenekart hallgatjuk két művel, mind a kettő Lisznyai földolgozás, Ha reád gondolok, ó Betlehem, illetve Pasztorál. Karácsony este. Karácsony este hangulatok szállnak. Fehér hópelyhek, fehér angyalszárnyak. Szelíd meleggel van a szívünk tele. Aztán megyünk tovább. Sötét lesz újra, csillag nem ég. Útunk hóval befújja, bús életünk dermesztő tele. Karácsony este. Ó, csak gyermek emlék, szívünk kérdezve ver, emlékezel még, és éled, újul, sok csodás mese. Aztán megyünk tovább, ránk tipornak szürkén a gondok, hogy mit hoz a holnap, és nem kísér már az emlékese. Karácsony este csoda,
Vég és kezdet. Világosság és élet született meg, hol halál volt csak naptalan sötét. Élet, aki az életét letette, szent szeretettel fel magára vette a megváltásnak emberköntösét. Karácsony este csoda. Új teremtés, a kegyelem, az élet megjelent, és kincseivel lelkem feléd siet. Egyedül árván, tovább miért haladnál? Van megváltód, akit ha elfogadtál, békesség, bocsánat, kegyelem, élet, minden a tied. Thank you.
Tóth Krisztina, dr. Tóth Krisztina tanúságtételét fogjuk hallani, és utána ismét a vonós zenekar dallamaiban gyönyörködhetünk. A kis Betlehem lesz az első, és utána a csillagfényes éjszakánt halljuk. Kedves testvérek, most kivételesen nem énekelni fogunk. Azt hiszem, hogy néhányan felsóhajthatnak, hogy megint nem ezzel fogok előállni, de hát profik mellett az ember ezzel nem próbálkozik. Egy pár karácsonyi gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, saját bizonyságtételt is, és egy pár gondolatot. Amikor tegnap láttuk itt a gyerekeket karácsonyozni, azt hiszem mindannyian nagyon boldogok voltunk, és láttuk, hogy nagyon sokan vannak itt, és sokan látják, hogy ezek a gyerekek hogy tudnak örülni a karácsonynak, milyen tiszta szívvel és milyen boldogan tudnak ünnepelni. Aztán sajnos fölnövünk, és hát amikor jön a felnőtt életkor, akkor jönnek a problémák. Karácsony előtt is, ugye ismerjük, hát rettenetesen fölgyorsult a világunk, nagyon-nagyon siet mindenki, nincsen semmire idő. Karácsony előtt is elkezdünk vásárolni, rohanunk ide-oda, tömegbe, tülekedve minden, abszolút nem egy karácsonyi hangulat, azt hiszem. És aztán utána otthon az ember fogja, fősüt, letépi az összes függönyt, ugye megmossa az ablakokat, és akkor mire elérkezik a karácsony, addigra az ember hulla fáradtan, éppen csak, hogy le tud ülni a karácsonyfa alá. Ez megint csak nem egy karácsonyi hangulat, és azt hiszem, hogy ebből néha nagyon sokunknak elege van. Ezt a példázatot, bibliai példázatot szeretném mondani, hogy ugye van a Márta és a Máriának a példázata. Ugye nagyon sokan a hölgyek közül, magamat is beleértve, inkább Márták vagyunk karácsony előtt, mint Máriák, és sokszor bizony dühösen tudunk nézni a többiekre a családba, hogy mi a francnak nem segítenek nekünk, amikor mi agyon dolgozunk magunkat, és hát nem fogadjuk meg azt a tanácsot, hogy bizony másképp kellene, Máriaként kellene odaülni a karácsonyfa alá. De tulajdonképpen, ha végig gondoljuk, kinek a születésnapját ünnepeljük? Jézus születésnapját ünnepeljük, és hogyha valakinek a születésnapját ünnepeljük, akkor nem az kellene, hogy egymásnak vásárolunk nagyon sok fölösleges ajándékot, amit aztán utána visszaviszünk a boltba, mert ez se jó, meg az se jó, meg ki kell cserélni, meg nekem ebből már három van, hanem hát talán mégiscsak Jézusnak kellene ajándékot adnunk, mert hát az ő születésnapja van. És mit kér tőlünk Jézus? Ugye az ember a születésnaposnak szeretne egy olyan ajándékot venni, ami neki jól esik, akkor megpróbálja kipuhatolni, hogy mégis minek örülne a legjobban. Hát mégis minek örülne Jézus a legjobban, mit gondolunk? Hát annak örülne a legjobban, ha magunkat adnánk neki oda, teljes egészében az egész életünket. Ez néha nagyon nehéz megtenni, de ez lenne az igazi születésnapi ajándék számára. És amikor én fiatal voltam, még egész tini, akkor egy ige hirdetésen pontosan ez volt az a gondolat, ami engem szíven érintett és megérintett, és ez volt az, amikor át tudtam magamat adni teljesen, hogy hát mit kér tőlem Jézus? Azt kéri, hogy saját magamat adjam oda. És próbáljam teljes életemmel őt szeretni. És hogyha magamat át tudom adni teljes egészében, akkor meg fogjuk látni, hogy más lesz a viszonyunk a karácsonyhoz, más lesz a viszonyunk a karácsonynál az embertársainkhoz. Sokkal jobban el tudjuk viselni a családunkat, aki körülvesz minket karácsonykor jó esetben, és ott vannak, és nem az egymás piszkálására, hanem az egymás szeretetteljes megünneplésére tudnánk készülni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Pap Teofil testvér énekszolgálatát halljuk, majd utána az énekkar szolgálatát. Amíg kedves Dóri elkészül, addig elmondom, hogy gondolom sokan ismerik azt az éneket, ami karácsony, és úgy kezdődik, hogy ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, és hogyan folytatódik? Ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. Hát ez is egy szép ének, de én egy másikat szeretnék énekelni.
Kedves testvérek, volt egy szokás a családunkban, minden nagyobb ünnepen ez általában megtörtént, hogy édesapám elővette a családi fénykép vagy mozgófilm archívumból egy-egy eseményt. És az egyik karácsonyon is ez történt, kitette a mozgófilm vetítőt, mert hogy én olyan korán születtem, vagy korán későn, tehát korán születtem, hogy akkor még ilyen mozgófilm vetítő volt, és lekapcsoltuk a villanyt, és hát saját magunkat láttuk, viszont alig 2-3 éves korunkban. És az egyik ilyen filmen az szerepel, hogy én az ikertestvéremmel ott vagyok, és oda tolnak egy zongorához minket, a zongorához, és éppen, hogy a párnákon úgy ülünk, és az látszik a filmen, hogy kicsit riadtan körbenézünk, mert hogy nekünk nem szabadott egyébként a zongorához hozzányúlni, de most éppen fényképezés van, ezért várják, hogy valami történjen, és hát mi a, mondanám, hogy húrok közé csapunk, de hát csak a billentyűzetbe. Utólag azt gondoltam, hogy milyen nagy szerencse, hogy nem hangos film az a régi mozgófilm, mert azt láttam, hogy ez a két gyerek négy kézzel, ami belefér, üti a zongorát. És azt is láttam az arcunkról, hogy úgy megvoltunk mi elégedve ezzel, amit mi ott produkáltunk. Kedves igehallgató gyülekezet, hogyha életemnek a zenéjét, mert hogy ugye maradjunk itt a műfajnál, életünk zenéjéről azt gondoljuk, hogy mi vagyunk magunk a zeneszerzője, akkor az nagyon izgalmas tud lenni. És ez talán még egy ilyen töpörtyű korban el is megy. És hogyha az életünk zeneszerzője mi magunk vagyunk, ki tudná legjobban ezt a zenét lejátszani, mint maga a zeneszerző? Hát ezért ül ott az a két kisgyerek, és amit csak kigondol, azt játsza. És elnéztem ezt a képet, és elgondoltam magamra, ahogy fölnövekedtünk, és ahogy Krisztushoz vagy közel, vagy távolabb kerültünk, hogy milyen érdekes, hogy ez a kép, ez megmarad. Ez a kép, ez megmarad sokáig. És amikor így elkezd játszani az ember, és üti a zongorát, akkor sajátos dolog történik, mert hogyha én vagyok életemnek a kiötlője zenei szinten, én vagyok a művésze, akkor életem a hangszer. És akkor ez szép zene lehet. Hol történik, testvérek, a forduló? Hol van az, hogy az ember rádöbben arra, hogy ez nem így van? Egy picit utána is néztem, és megdöbbentő szót is találtam arra a zenei sajátosságra, amikor valami hangzavar történik, és valami diszonancia van. Nem is tudom, hogy kimerjem-e itt mondani, mert hogy ezt a szót kisgyerekkorunkban is már használtuk, csak ott egy betű eltéréssel. Ez kakofónia, ugye? És hogy mi ennek a jellegzetessége? Az a jellegzetessége, hogy mindenféle harmóniát teljesen nélkülöz. Mindenféle harmóniát. És testvérek, fölnövekedünk, és hát még egy picit megmosolyogjuk ezt a kisgyermeket magunkban, de utána elvesztjük ezt az érzéket, hogy mosolyogni tudjunk, vagy fájlalni tudjuk azt, ami igazából fáj. Mert hogyha ilyen zene megszólal, hát most nem merem elmondani, hogy tanítottak engem is hegedűre, hát szomszédok szenvedtek. Tehát, hogy igen, ez így van. Mert egyrészt mindenféle harmónia szertefoszlik, nincs ott. Ha bűn van az életünkben, és igazából az a bűn, hogy nem ismerjük, hogy van atyánk, aki megteremtett minket, aki az életünknek a zenéjét megkomponálta,
És hogy nem én vagyok az életemnek a zenésze. De hogyha ezt gondolom, akkor én játszom, és mi lesz belőle? Teljes hangzavar. Harmónia nélkül az Istennel, harmónia nélkül az emberrel és önmagunkkal. És utána, hogyha az ember egy picit belegondol ebbe a helyzetbe, akkor eszembe jutott nekem keresztanyám zenetanár volt, zongorát meg hegedűt tanított, és egyszer, amikor nála nyaraltunk, többször nyaraltunk nála, egy hegedűt vett elő, és azt mondta, hogy ez a hegedűben elrepett a lélek. Ugye van ilyen? Én ott tudtam meg. És azt kezdte el mondani, hogy olyan szép hegedű volt, elrepett a lélek, és meg kezébe fogta, és meghúzta, hát azt a nyikorgást, azt hittem, hogy valami fűrészt húztak meg. Hogy ez a hegedű, amiben elrepett a lélek, ez kuka. És olyan szépen néz ki. Hát úgy meg volt az politúrozva, ugye ilyen szó nincs, hogy meg volt politúrozva, de hogy olyan gyönyörű volt. Látszatra kívánatos, a szemnek csalogató, és az a zenész, aki ezt kezébe veszi, és előtte már minden. Tessék belegondolni ebbe a helyzetbe. Tehát megkapják ezt a szép hegedűt, egy csodálatos zenész a kezébe veszi, leülnek ide, és mi is feszülten figyelünk, hogy elkezdődik a zene, és megszólal egy ilyen repet fazék. A zenész baja. Honnan kezdődik az a fordulat, ahol a pásztorokkal is megtörténik? Ugye azt olvastuk az egyetlen egy mondatunkban, talán éppen szinte majdnem föl sem ébredtünk arra az egy mondatra, így szólt a Szentírás, a pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogy ő üzente nekik. Úgy szeretem a pásztorokat. Az első, amit szeretek bennük, hogy fölébredtek. Nagy dolog. Ez az első ébredés, amikor magunkon vagyunk, rádöbbenünk, hogy nem a mi álomvilágunkban élünk, felébredünk, ugye, amíg kisgyereket is felébresztjük, nem tudja, hogy hol van éppen, merre van a kijárat, bejárat. Felébredünk, és átéljük azt, hogy igen, mi tudatunknál vagyunk. Jaj, de okosak lettünk. És a pásztorok megélik a második nagy ébredést. Hogy nem pusztán látják az angyalokat, hallják az üzenetet, hanem komolyan is veszik azt, mert mit mond az angyal? Hirdetek ma nektek nagy örömhírt. És elhiszik azt, hogy ezt nekik mondják. És fölkelnek, és nem szavazzák azt meg, hogy elmegyünk-e vagy nem. Egy szívvel, lélekkel fölserkennek, elindulnak, és odaérnek a jelhez. Sok-sok száz és ezer kis bepóját gyerek volt ott Betlehemben már. De aki a jászolban fekszik, aki értünk született, olyan nem volt. Most van itt. Drága testvéreim, hogy van az, hogy a pásztorok, miután elmondják azt az üzenetet, amit nekik is elmondott az angyal, örömmel ott vannak, és azt olvassuk, hogy dicsőítve és magasztalva Istent mennek visszafelé. Hogy csináltátok? Mi a karácsonynak ez a nagy titka a pásztoroknál, pedig nem végeztek teológiát, nem olvastak annyi igét, mint mi, és mégis nagy örömmel és szívvel mennek vissza a munkahelyre, ahol egyébként Isten őket megszólította. És életük, hogyha nem is tudjuk, hogy hogyan van utána, megváltozik. És hogyha visszakanyarodunk egy picit ehhez a képhez, és látjuk azt a meg nem tért magunkat, aki még a saját zenéjét szeretné világgá kürtölni, akkor azt is észrevesszük, hogy nem csak harmónia nélküli, hanem hangos. Testvér, a bűn az mindig hangos. Ott szoktam ülni a tenorban. Jó Isten, bocsásson meg. Már bocsánat. És éneklünk, és én is próbálom, és tartom a kottát, és próba, és éneklem, és hát nem is merek mondani neveket, hogy kik azok, akik hátrafordulnak a női sorból, mert nem valami csodálatos
hangzó, valamit hallanak, hanem, de én meg vagyok győződve, hogy ez a hang. Ilyen a bűntestvérek, harmónia nélküli világ bennünk, körülöttünk. Semmi sincs a helyén. És hangos. És még az egyik, ugye, a harmadik, hogy fájdalmas mások számára. Utólag visszagondoltam, hogy mennyi fájdalmat okoztam én, szüleimtől kezdve másoknak is, azzal, hogy bűnös életem volt. Erre mi nincs, nekünk erre botfülünk van, már hogy maradjunk itt a képnél. Mert akinek nincs abszolút hallás, mert van abszolút hallás, nem? Ugye Reni, van. Mi ezt tudjuk, bocsánat. Tehát van abszolút hallás. Ha van ráhangolódás Istenre, ha rádöbbenek arra, hogy nem én vagyok életemnek a zene szerzője, hanem az Atya, akkor azt fogom keresni, hogy ki az, aki legszebben le tudja ezt az Atya által megálmodott zenét játszani. Hát ki ismeri legjobban az Atyát? Jaj, ki ismeri legjobban az Atyát? És hát tudjuk, ez nem más, mint a Fiú, aki értünk megszületett. Ha tehát az Atya a zeneszerző, és hagyjuk, hogy a Fiú legyen életünknek a zenésze, akkor én mi leszek? Ja Istenem, én mi leszek? Én már nem zenész vagyok, hanem, hát igen, most elvitték, de ott van, zeneszerszám. És most, ahogy így ránézek erre, azt hiszem, hogy hegedű, vagy brácsa, nem tudom. Ennyit sem tudok. Vagy zongora, azt meg fölismerem. Ránézek a zeneszerszámra, és azt mondom, Uram, repet lélekkel itt vagyok. Repet lélekkel. Nem tudok mit kezdeni, mert addig nem vettem észre, hogy mit csináltam az életemmel. Ugye az életem a zeneszerszám, amit össze-vissza ütöttem. Észre sem vettem. Mi lesz így? Ha Atya Isten, te vagy maga a zeneszerző, ha Fiú, te vagy a zenész, hát mit adjak neked oda? Ezt? Ezt érdemled? És segítségünkre siet a lélek, ugye? Segítségünkre siet a lélek, akit szavakba nem foglalható sóhajtásainkkal, amik még van, gyerek sem tud, 2-3 éves, azt sem tudja, hogy mi az imádság. De sírni tud és fohászkodni. Valamiképpen. És a lélekhez fohászkodunk. Uram, arra már rájött, döbbentem, hogy az életem egy nagy zűrzavar. A bűn hangosságával tele van. Hogy azt tapasztalom, hogy másoknak is fáj. Eddig már eljutok. De nézd, Uram, repet lélekkel, mit kezdesz velem? És segítségünkre siet a lélek, hogy újjá teremtse ezt a lelket. És megszületik az újjászületett ember, amikor odaadja a bűneit, és azt mondja, Uram, teljes fegyverletétel, semmi sem az enyém, nézd, itt vagyok repet lélekkel. És megtörténik a csoda. Akárhogy is történt meg veled, testvér, ez a csoda, akármilyen módon új világ keletkezett. Igen, Uram, te vagy az én életem dallamának a zeneszerzője. Te vagy Krisztus, a zenész. Megmutatom azt, hogy életem zeneszerszáma tönkrement, mert én saját magam ütöttem, vertem, de amikor a lélek újjá szüli ezt a zeneszerszámot ezzel a képzavarral, bocsánat, akkor kezébe veszi Jézus, és megszólal. És rá sem ismerünk. Sok megtért léleknek oda mennek, és hogy csináltad? Hát mi ez? Ez a nagy változás. És szinte ő sem érti. Mert átment valamin, ami nem az övé. Mert egyszerre ez a zeneszerszám, ami repet lélekkel van, ez persze a miénk, a bűnös testhez hasonló alakban jön el. Ugye? És vállára kerül az uralom, meg a kereszt. A kereszt uralma. És odaadjuk Jézusnak ezt, és Jézus megszólaltatja. Hát a húr az saját magát nem tudja lefogni. Hát a vonó saját magát nem tudja meghúzni. Hát minden, ami csak történik velünk, azt a kegyelem készíti elő, és legyen az bármilyen szép dallama a jó Istennek, az nem rajtunk múlt, hanem egyedül az újjá szülő és újjá teremtő Istenen. Az, hogy a pásztorok oda mennek és találkoznak ott az Úrral,
és a körülmények nem rabolják meg a figyelmüket. Ez is annyira tetszik nekem. Ha az Úrra figyelünk, akkor az istálószagot nem érzem. Persze van az istálószag. Gyülekezetbe belép az ember, és ha azt nézi, hogy mi az istálószag, mert tényleg bocsánat, mert sehol nincs semmilyen gyülekezetben istálószag. De ha valakinek az orra erre van, akkor ő megszagolja, megérti, de lehet, hogy az a saját magáé. Hogy Isten, ha újjászült embereket ideültet, és fölhangolja őket az abszolút ára, és hogyha ők együtt megszólalnak, mint gyülekezet a szolgálatban, na az zene. Az olyan csoda, amit az is megdöbben, aki átéli azt, hogy az Úr Jézus játszik az életünkön. Nem az életünkkel, mert azt mit csináltuk? Az életünkön játszik, és ez a csodálatos összhang, ami az újjászületett életből, mint közösségből születik, ez maga az a közösség, amire jó Isten vágyik. Uram, nézd meg, vizsgáld meg az én hegedűmet. Hogy én politúrozom, de még mindig repett a lélek? Arról van ez szó, hogy kezedbe adhatom már? Vagy még mindig munkálni valója van a léleknek? Azt gondolom, hogy a lélek folyamatos munkálkodik rajtunk. És hiába adtuk át egyszer az életünket, bocsánat, nem hiába, hanem ha utána elkódorogsz, meg én kódorgok, akkor is csak ugyanaz a helyzet. Jöjj, teremtő lélek! Ismét emlékeztes engem, hogy életemnek a zenéjének te vagy a szerzője, mint ahogy az én életemnek is. Hogy a fiú az, aki játssza az életem szép zenéjét, és az átadott hangszer, ami én magam vagyok, abból a csodából születhet, hogy Isten megszabadított, és új életet adott nekem. Pásztorok, de jó lenne veletek úgy visszamenni, ahogy ti mentetek. Ti nem hallgattatok igehirdetést, kint voltatok a pusztán, nem ismertétek azokat a mélységeket, amik nekünk a kezünkben van, a megtestesült igének, szóbeli változata, és mégis dicsőítve mentek vissza a saját munkahelyetekre. Hadd csatlakozzunk mi is hozzátok. S ha szükséges, teremts bennünket újjá lélek, s ha szükséges, világítsd meg nekünk, hogy életünk zeneszerzője egyedül csak az Isten lehet. Amen. Az énekkart hallgatjuk. Thank you.
testvéreim, hajtsuk meg fejünket imádságra. És most a legcsodálatosabb dolog történhet velünk, mert egyedül az ember tudja megszólítani Istent. Olyan szépen ciripel a tücsök, meg örülünk egy kiskutyának, meg van, aki kismacskának, de egyedül az ember tudja megszólítani Istent, akit Isten már megszólított. És most ez történhet. És tárjuk Isten elé állapotunkat mindig, sosem mást. Uram, milyen hangszer vagyok, vizsgálj meg engem. Repett még mindig. Hol kellene fölhangolni? Mutass rá. Hajtsuk meg fejünket imádságra, és majd hangos imával zárom az ima közösségünket. Teremtő atyánk, milyen nagy titok egy életnek a születése. És milyen nagy titok, hogy fiad az Úr Jézus Krisztus egy szűznek a méhében formálódott emberré. És milyen megrendítő titok, hogy amikor formálódott a keze, a lába és a válla, akkor te neked a tervedben már ott volt, hogy erre a vállra több mint 33 év után rákerül a kereszt. Én értem. És hogy fölviszed a Golgotára, és hogy ezzel az uralom kerül az ő vállára, mert megöli a halált és a bűnt, és nekem új életem lehet. Karácsony csodája, a rejtett kezdet. De Uram, te már közeledsz másodszor. Vajon megállok-e előtted? Magam miatt soha. Hát vegye kezébe lélek az én zeneszerszámomat, magamat, életemet. Ha még nem szültél volna újjá, szűj újjá engem. Hiszen senki sem örökölheti test szerint az országot. Áld meg az ünnepemet, add, hogy igazi születés legyen bennem és belőlem. Amen. Isten tiszteletünk végén szeretettel köszöntöm a testvéreket. Néhány hirdetést szeretnék elmondani. Hogy ne legyen vége a Jóistennel való ünneplésnek, ezért most úgy adta a Jóisten, hogy holnap vasárnap az Úr föltámadásának napja. Reggel 9 órakor lesz imaóra Veleszházban, szokásos módon, és 10 órakor Isten tisztelet, Kelédi Márton testvér hirdeti az igét. 31. decemberben, csütörtökön az új év utolsó napján, este 8-kor lesz Isten tisztelet, Szlepák Zsolt testvér fogja hirdetni az igét, utána közösségi est lesz a Veleszházban, és éjfélkor majd imaóra, és aztán pedig ameddig a testvérek szuflája bírja ott, és ha hoznak hozzá ennivalót, innivalót, akkor még az is lesz, amit eszünk vagy iszunk. Másnap új év, január 1-én pénteken, 10 órakor lesz imaóra, és az ima házban, jól mondom, remélem, és este, tehát délután 5 órakor lesz Isten tiszteletünk. Január 3-án vasárnap
az első vasárnap, ennek az évnek az első vasárnapja, Veleszházban imaóra lesz, és úrvacsorás istentiszteletünk lesz. Február 7-én vasárnap orgona búcsúztató koncert lesz, ahol ki fog derülni az orgona művész testvér által, hogy miért a sípa hibás és nem ő. Tehát, hogy elkezdődik nálunk az orgona felújítása, Jóisten áldja meg mindazokat, akik adakozásukkal ezzel hozzájárultak, és reméljük, hogy orgona avató koncert is lesz majd. Szeretettel köszöntöm az istentisztelet végén a vendégtestvéreket. Hát nekem a névmemóriám az nem mindig jó, tehát mindenkit szeretettel köszöntök. És hagyományainkhoz híven az istentisztelet után ne siessünk, hanem énekeljünk együtt itt a karácsonyfánál. Záróénekképpen énekeljük együtt, buzgó szívvel ünnepeljük, a 70-es éneket fennállva énekeljük. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.
Az Úr közel. Foglaljon helyet a gyülekezet.